Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket. A Wycliffe kapcsán csak még annyit, ami a városunkat érinti, ugye itt voltak Ceciliáék. Ez az a missziós szervezet, amelyik Bibliával szolgál, mondhatjuk így sok mással. És vannak nekünk nagyon áldott kapcsolataink, például a Kelet-Európa misszió, pedig konkrét fizikai odafordulással. Óriási dolgok ezek. Például most csak egy dolog még, hogy 25 éves volt a Wycliffe, én nem tudtam ott lenni, és jó, hogy Szilviék el tudtatok menni. Miskolcon például itt van Cecília, itt van az irodája az országos szervezetnek, és hogy beszélgettünk iskolákkal, stb. Most elindítottuk, és ebbe ők az osztály, ők az oroszlán részt viszik a középiskolai missziót, és már most azon dolgozunk, hogy ahova csak fogadnak minket középiskolába, pásztorkörrel együtt ezen dolgozunk, teljes Bibliát tudjunk adni, osztályfőnök órás előadások keretében, és az első egyik miskolci gimnázium megtörtént, kb. 30 diák kért teljes Bibliát, mert csak ott adunk, ahol kérnek. És ha nem lesz elég teljes Biblia, akkor megbeszéltük, hogy mi fogjuk a gyülekezetek megvenni a teljes Bibliákat, mindenki vesz egyet-kettőt is. És ebbe ők hívnak ifjúsági munkásokat az ország minden részéről, és itt Miskolcon például ez elindult. Ez egy úttörő dolog, hogy úgy jutunk be középiskolákba, hogy kedvesen fiatalokkal, fiatal szolgálókkal, bibliákkal. És készült egy könyvjelző, ahol rajta vannak azok a gyülekezetek, akik benne vagyunk a pásztorokban, és egy QR kóddal mindenkinek elérhető az elérhetőség a diákok számára. És képzeljétek el, jobban kérték a végén, vagy legalább annyira kérték a QR kódos könyvezőt, hogy szeretnék megnézni, hogy akkor itt milyen gyülekezetek vannak. És még egy dolog így a pásztorkörrel, meg a várossal kapcsolatban, hogy jövő héten nem fogunk ugye találkozni, viszont el fog indulni, vagy elindult a idei szeretett koncert. Ezt csak azért szeretném mondani, hogy december 8-a, ami a Városi Istentisztelet időpontja, az a szeretett koncert időpontja az Ariban. Egy nagyon komoly zenei előkészület indult. Nagyon komoly szervezés, nem úrvacsora lesz, hanem szeretett vendégség, és meg fogtok majd látni, mert ugye most találkozunk két hét múlva addig egy eseményt, amit egyik testvérünk készít elő, ami Facebook esemény, majd meg lehet osztani. Tehát már most, ha találkoztok rokonokkal, hogy egy hónap, a legközelebbhez egy hónapra lesz a szeretett koncert, hogy itt találkozunk, ahhoz egy hónapra, és ha látjátok a megosztásokat, a híreket, akkor kapcsoljatok be. Egy nagyon áldott pásztorkörünk volt, és nagyon-nagyon készülünk. Olyan lista van a teendőkről, egy olyan közösség, például a jövő év elejére meg azt készül, így a Wycliffe, meg a közösség, meg az egység, hogy szeretnénk azt, hogy az első hónapban, ugye most például nem lesz ima alkalom pénteken, az első hónapban a gyülekezetek ne a saját ima alkalmaikon találkozzanak, hanem együtt tartsunk ima alkalmakat. Például ilyen dolgok is készülnek a városba. Itt a Biblia, a középiskola, ima alkalmak, tehát ezek összeérnek és itt a bálna a jövő hét, úgyhogy szuper. Na, köszöntelek benneteket. A mai címünk, Peti, sikerült, szuper, az lenne a címünk, hogy esély Istennek. Olyan helyzeteket szeretnék, ami úgy napokban fordulódott bennem, meg úgy találkoztam, amikor olvastam meg, amikor mentem a saját útjaimban, csináltam a dolgaimat, ha nem a saját útjaimban, hanem a dolgaimat, hogy csináltam, ami úgy ezt hozta fel, hogy mik azok a területek, ahol Istennek esélyt kell adni, hogy ő munkálkodjon és ő cselekedjen, és hogyan történik ez. Három téma, ami így a címhez kapcsolódóan. Az egyik, amikor rábízzuk, vagy ráhagyjuk, vagy neki átengedjük, vagy oda rendeljük hozzá mi ügyünket, és azt várjuk, hogy ő ezekben munkálkodjon, és hagyjuk, hogy ő munkálkodjon. Ezek egyébként nagyon sokszor a konfliktusok területei. Amikor igazságtalanságot élsz át például. Fogunk ilyet olvasni. Vagy nem úgy beszélnek veled. És mondjuk a vita vagy a harcok helyett, ez a Róma 12 fényében nagyon jól értelmezhető, hogy melyek azok a területek, amikor igazából Istennek kell adni esélyt, hogy ő nyúljon ebbe bele, és ő oldja meg, mert nem lehet megoldani. Sok ilyen konfliktus van. Én is fogok mondani az életemből. Tehát az első terület az, amikor hagyjuk, engedjük, ráhagyjuk, átadjuk, rábízzuk a mi ügyünket, hogy ő munkálkodjon, és ő oldja fel.
És ez nagyon sokszor konfliktusok, igazságtalanságok, amiket átélsz, vagy ahogy beszélnek veled. A Róma 12 fényében mondja például az ige azt, hogy ha sérelemért, vagy olyan kárért például, hogy ne állj bosszút önmagadért, hanem hagyd az igazságosan ítélőre, mert azt mondja az ige, hogy azt mondja Isten, hogy enyém a bosszúállás. Ezért ne engedd, hogy a gonoszszal téged meggyőz, vagy hogy most mondja volt a Róma 12-ben, ki is nyitottam, ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Tehát téged ne győzön le az a helyzet, vagy ne tegyél ugyanúgy, mint a másik fél, hanem te a gonoszt jóval győzd meg. Például, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie. Ha szomjózik a te ellenséged, adj innia, mert ezt teszed, elemen szenet gyűjtesz az ő fejére. Magatokért bosszút ne álljatok, szerelmeseim, adjatok helyet. Annak, hogy mondja az ige, a haragnak, mert megvan írva enyém a bosszúállás. Gonoszért gonosszal ne fizessetek, stb. Ez a Róma 12 fényében, ez a konfliktusok vagy igazságtalanságok területe, amikor át kell adni az ügyünket neki. És az a helyes, hogyha ekkor átadjuk és esélyt adunk Istennek ebben a helyzetben. Hogy ő oldja meg a problémát, ő cselekedjen, munkálkodjon esetleg a másik félnek az életében, mert nem tudjuk ezt magunk semmilyen eszközzel, főleg nem ilyen eszközökkel megoldani. És ma hallottuk azt az igét, és nekem is ma az egyik ige ez, hogy amikor Jézus kínokat szenvedett, akkor például azt olvasok róla, megnémult az ő vádlói előtt. Szidalomra, szidalommal, nem, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött. Ezek óriási dolgok. Ezek azok a konfliktusok, amikor azt mondja Péter, majd olvasok mindjárt, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. És nem tudsz ilyen helyzetekben mást, így ad Istennek egy olyan esélyt, amikor a javarra tudja fordítani, és jóra tudja fordítani ezeket a pillanatokat. Ez az egyik terület. A másik, amikor áldásra vársz, megoldásra vársz, és nem konfliktusok vannak, hanem szeretnéd, hogy azok a jó dolgok ott legyenek, azok az áldások kerüljenek, és rájössz, hogy nem előzheted meg az Urat, meg kell várni őt. És nem konfliktus, hanem jó dolgokra vársz, és egyébként izgalomba vagy, és a megoldást. Rájössz, hogy nem előzheted meg őt. Ugye Sanyi az első témához említette az Urat. És nekem nagyon tetszik ezt, hogy figyelj, abban a pillanatban Jézus a kereszten megnémult. Óriási dolog ez. És én a múlt héten nem tudtam helyzetekben néma. És olyan volt a helyzet, mint amikor húzzák, vonják az állatokat a vágóhídra. És azt is mondja az ég, hogy minket is úgy tekintenek sokszor, mint a vágó juhokat. Nem tudom, élsz át esetleg ilyeneket mondjuk. Itt hála Istennek Magyarországon ez most fizikailag nem történik meg. A másik pedig, amikor áldásra vársz, amikor nem konfliktusok vannak, amit meg Szabi mondott, hogy veszteg maradni. És az a kérdés, mikor kell cselekedni, és mikor kell veszteg maradni. Óriási kérdés. És csak olvastam, hogy azt mondta Naomi Ruthnak, hogy lányom, maradj veszteg. Ez a férfiú, ez hidd el. Ő nem nyugszik, és megteszi, és elmegy, és meglátjuk, hogy mi lesz ebből a helyzetből. De te, lányom, maradj veszteg. És ez volt a megoldás, az áldás, várás. Vagy azt mondja más Esdrás, hogy amikor hallotta a híreket a népről, akkor leült, sírt, és veszteg maradt. Hogy mit kell neki most tennie? És amit Szabi mondott Jósafátnál, azt mondta Jósafát a népnek, hogy ti maradjatok veszteg. Mert nem nektek kell most hadakozni, hanem az Úr hadakozik értetek. Ez a másik téma, amikor áldásra válsz, hogy Istennek adni kell esélyt. Tudsz el rámen mondani?
Ez a hit és cselekedetek kérdése. Fogunk kérdést is olvasni. A harmadik pedig, amikor nem csak magunkban kell gondolkodni, hanem esélyt kell adni Istennek az, arra, hogy te másokat kapcsolatodba, közösségedbe fogadva, másokba fektetve, tanítványát téve, hogy Isten használjon másokat is. Tehát ha csak én magamba gondolkodok, én nagyon kevés vagyok. Akkor tudok Istennek esélyt adni, hogy velem is és velünk is többet cselekedjen, ha fektetek másokba, és azon vagyok, hogy ő másokat is meg tudjon áldani a jóval. Amen. Különben elveszem Istentől a lehetőséget. Legalábbis ott, ahol én ezt a dolgot így cselekszem. Tehát három dolog, ami foglalkoztatott a héten, vagy a napokban az egyik, amikor konfliktusok vannak, és át kell adni az ügyünket, és hagyni kell az igazságosan ítélőre, és rábízni, hogy ő munkálkodjon. Igazságtalanságok, amikor személyeskednek veled. Hogyan reagálunk, hogyan beszélünk. Mondhatnánk, hogy a beszéd is ide tartozik. Ez az első. A második, amikor nem ez a konfliktus, és nem ez a beszéd, és nem ez a személyeskedős, igazságtalan helyzet, hanem amikor áldásra válsz, és meg kell várni az Urat, hogy ő munkálkodjon. A harmadik pedig, amikor tanítványképzés, másokba fektetni. Három terület, a konfliktusok, a beszéd, hogy adjunk esélyt Istennek. Egy, kettő, hit és cselekedetek területe, hogy kell itt Istennek esélyt adni. A harmadik a tanítványképzés területe. Szeretném, hogyha kinyitnátok az igét Péter első levelénél. Én nagyon örülök a bevezetőnek, a dicsőítésnek. Abszolút kapcsolódok hozzá ezekkel. És akkor kezdjük az első területtel, a konfliktusok és a beszéd területével. 1 Péter 2:18. A cselédek teljes félelemmel engedelmeskedjenek az uraknak. Nem csak a jóknak és a kíméleteseknek, de a szívteleneknek is. Mert az kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződéséért tűr keserűségeket, méltatlanul szenvedvén. Mert micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arcul veretve tűrtök, de ha jót cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ez kedves dolog Istennél. Most megállunk. Mit tud tenni egy rabszolga ebben a korban, amikor az ura kegyetlen, kemény és bántja, és nem tudom, bántalmazza, és goromba vele, és kíméletlen, és szívtelen. Mit tud tenni? És nem azért, mert gonosz dolgot csinál, nem azért, mert vétkezik az a szolga, nem azért, mert lusta az a szolga, nem azért tűr keserűségeket, hanem semmi ilyen dolog nem történik, azt mondja. Istenről való meggyőződéséért tűr keserűségeket méltatlanul, tehát semmi, rá nem szolgált arra, hogy vele az a rabszolgatartó ilyen kemény, ilyen goromba, ilyen szívtelen, ilyen kegyetlen, ilyen elvetemült legyen, erről szól az ige. Azt mondja Péter, mert ha rászolgáltál, és ezért te verés kapsz, vagy nem tudom mi, fenyítés kapsz, és így tűrsz, abban mi a nagy dolog? Ez a helyzet, ez ilyen. Itt. Micsoda dicsőség az. De ha jót cselekszel, és mégis szenvedve neked tűrnöd kell, azt mondja, ez kedves dolog Istentől. Ez egy óriási dolog, és itt ugye rabszolgatartókról van szó, és keresztény rabszolgákról. Mert arra hivattatok el, hiszen Krisztusi szenvedett életetek nektek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek. És itt jön a Krisztusnak a példája. Aki bűn nem cselekedett. Szájában álnokság nem találtatott. Akit szidalmaztak, ő viszont nem szidalmazott. Szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem mit csinált? Hagyta az igazságosan ítélőre. És itt esélyt adott Istennek minden tekintetben, ami a megváltást, az ott levő embereket,
az Isten mindenben. Ezt Istennek kellett hagyni, ezt a helyzetet. Ez egy óriási dolog, amikor azt olvassuk itt, és a szolgáknak ezt a példát, rabszolgáknak ezt a példát hozza fel, hogy Jézus Krisztus nem cselekedett bűnt, nem szólt a szájával semmi gonoszságot, őt szidalmazták, ő viszont viszonozva a szidalmazást nem viszonozta. Aki szenvedett, de ő nem kezdett el fenyegetőzni. Ez lesz veletek az meg, ha így nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Tehát átadta az Úr, rábízta magát az atyára, hagyta, hogy ebben a helyzetben ő jusson majd lépéshez. Ő. És azt mondja a szolgáknak, hogy nagyon sokszor nem tudsz mást. Amikor méltatlanul, meg nem csináltál semmit, nem szóltál semmit, és egy ilyen helyzetért téged, csúnyán beszélnek veled, csúnyán bánnak veled. Figyelj, azt mondja, Isten tudja a javadra fordítani, ezért hagyd az igazságosan ítélőre. Rendeld oda ezt a helyzetet Istennek. Rendeld oda, és mondd azt, hogy Istenem, ezt te tudod megoldani. Én nem fogok fenyegetőzni. Én nem fogok belemenni ebbe a harcba. Én nem fogok szidalmazni. Akárhogyan beszél velem, akármilyen csúnyán, akármi történik. Neked esélyt adok. Oda rendelem ezt a dolgot a te kezedbe. És ezt a helyzetet te használd jóra. És te áldj meg engem benne. Nem tudok más tenni. És nagyon sok ilyen van. Így adunk ez. És ez nem egy hangnem kérdése, hogy milyen hangnem. Ez a szív kérdése. Ez a szív kérdése. Ez több, mint egy hangnem. A múlt héten egy helyzet, ahol egy középvezetővel kerültem sajnos vitába. Egyik cégnél, ahol a szerződésben állok, volt egy probléma, amit meg kellett volna oldani, vagy kezelni kellett volna. És elkezdtem mondani, kemény volt. Egy ponton akartam mondani, hogy és akkor nem engedtem egy két dolgot neki elmondani, és beleszóltam, és akkor elkezdtem mondani, hallgass, mert én is meghallgattalak. És így indult. Aztán elkezdett rám személyeskedni. Olyan dolgokat mondott, ami elég rosszul jött ki. És egy olyan helyzetbe kerültem, ahol igazából meg kétszer vagy háromszor nem engedtem, vagy beszóltam, vagy lehet, hogy félbeszakítottam. Egyszerűen megszégyenített. Teljesen megszégyenített. Igen, lehet, hogy ott pont nem kellett volna félbeszakítanom. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell dolgokat megmondani helyzetekben, vagy nem kell tisztába tenni dolgokat, majd fogunk ilyet nézni. Rosszul jött ki, pont egy olyan helyzetbe, ahol 15 éve vagyok ennél a cégnél, és sok-sok apró dolog miatt én már kértem, hogy bontsuk fel a szerződést, mert nem jó, és nem a nagy hiányosságaim miatt. Voltam előtte a vezető, azt mondja, mindegy. És 15 év után egy olyan helyzetbe keveredtem, vagy kerültem, amiben annyira nem voltam gonosz, de mindegy. Nem örülök neki, hogy úgy kell eljönni 15 év után, hogy egy ilyen konfliktuson keresztül. Nem örülök neki. Nagyon rossz volt utána. Hiába lehet nekem igazságom. A másik pedig, hogy folyamatosan konfliktusokat élünk át az iskolában. Szokták mondani, egyszerűen kis ördög ott van, vagy a nagy ördög. Ugye olyan gonoszságokat kapok, amikor két dolog van. Vagy szidalmaznak és szidalmazok, vagy szenvedek és fenyegetőzök, és az egész iskolában mindenki ezt csinálja, káosz fog uralkodni. Szó szerint. És Isten ott is megintett, mert volt egy gyerek, akit, ez nem az előző esetek, mert sokat meséltem mostanában, amikor nem kellett volna vele fenyegetőzni. Hanem mit csinálni, ezt az egészet hagyni, úgyse tudom megoldani, kire? Az igazságosan ítélőre. És sok ilyen helyzet lehet az életünkben, amikor megértettem azt, hogy Istenem, ilyen konfliktusokban, ilyen helyzetekben, el sem tudom mondani, amit szeretnék normálisan, mert nincs is esély rá, aztán utána még én leszek akármicsoda, aztán utána lehet, hogy én is kemény vagyok, aztán utána így kell eljönnöm. Ez így, Uram, téged nem nagyon dicsőít meg, legalábbis én ebben nagyon kellemetlenül érzem magam.
Egyet tudok, hogy van, aki győzött. Akkor, amikor szidalmazták, és viszont nem szidalmazott. És mindjárt el fogjuk olvasni, tudod, mit mond róla Pál? Hogy ő bizonságot tett Poncius Pilátus, most lehet bárki, középvezető, nagyvezető, csúcsvezető. Tudod, mivel tett bizonságot? És nagyon tetszik nekem, szép vallástétellel. És hogy kell ezeket átélni? Amikor kínokat élt át, és amit itt olvasunk, az Ézsás 53-ból van, akkor megnémult. És csak egy pár Pál leveléből egy-két apró ilyen dolog. Én csak azt szeretném ezzel mondani, hogy vannak olyan helyzetek, amikor jobb az Úr kezébe esni, vagy jobb Istenre bízni, jobb Istennek esélyt adni, és megmaradni a saját utamban tisztán. És lehet, hogy látszólag vesztek, Jézus Krisztus látszólag vesztett, egyébként meg a világ legnagyobb győzelme született meg. Ámen! És úgy akarok lefeküdni, hogy nem haraggal, hogy mondja az ige, hogy ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. És egyszer ezt még az olajfák gyülekezetben hallottam, hogy Krisztus a kereszten úgy aludt el, hogy ő nem vétkezett. Timóteus, 1 Timóteus 6. 12. versről fogom olvasni. 1 Timóteus 6, 12. Nagyon tetszik ez az 1 Péter 2, annyira megérintett, és maga a messiás miatt is megérintett. A messiás miatt. Most nem csak az, hogy én hogy beszéljek, a messiás miatt, hogy az Úr mit csinált, hogy egyszerűen megnémult, hogy kínos, hogy figyelj, szó szerint kínosztatott, az mit jelent? Kínokat élt át. De alázatos maradt, azt mondja az Ézsaiás 53. Mint juh, amit a mészárszékre visznek, és megnémult az őt nyírók előtt. Eszméletlen. Micsoda szív, micsoda... Istennek milyen az ember Krisztus Jézusban, milyen győzelem ez? És mekkora esély az atyának? És mekkora esély az embereknek? És mekkora esély nekem? És mekkora esély nekünk? Óriási. Nagyon-nagyon megérintett ez az 1 Péter 2. Ráadásul, hogy ez az Ézsaiás 53-nak az ígéretnek a beteljesedése egyben. Gyakorlati módon, meg azt mondja Pál, 1 Timóteus 6.12-től, harcold meg a hitnek szép harcát. Nagyon tetszik, szép harcát. Nyerd el az örök életet, amelyre hivatattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonság előtt. És azt mondja, meghagyom neked Isten előtt, aki megelevenít mindeneket, és Krisztus Jézus előtt, aki bizonságot tett, csúcsvezető alatt előtt, prokurátor előtt. Jól mondom? Bizonságot tett Poncius Pilátus alatt ama szép vallástétellel. Hogy tartsd meg a parancsolatot mocsoktalanul, feltétlenül a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig. Ez a szép vallástétel és Poncius Pilátus, ezek a helyzetek, ezek nagyon-nagyon sokat mondanak. És úgy ment el Pilátus ki a néphez, amikor Jézus vallást tett ott neki. Hogy el akarja engedni, mert nem talál benne bűnt, emlékeztek. Így ment ki Pilátus. Ezt okozta benne az a helyzet. Amikor mondja, hogy miért bántanak téged? Mi történik körülötted? Igen. Mi történik? Miért hagyod? És mondja, az én országom nem a világból való, mert ha a világból lenne az én országom, akkor itt lennének azok az angyalok, és itt minden megtörténne, aminek megtörténhetne. A te szemeid szerint. A te szemeid szerint, a római. És tisztelettel mondani, nem úgy római. A rómaiaknak a gondolkodása szerint úgy megtörténne. Amit te most kérdezel tőlem, én nem azért nem cselekszem ezt, mert nem vagyok uralkodó vagy király, hanem azért, mert az én országom nem a világból való. Eszméletlen. És az annyira szelíd volt, annyira tiszta volt, hogy azt mondta Pilátus, hogy miért akarjátok őt? Elbocsátom. Ez volt a szép vallástétel. 2 Timóteus 2. Lapozunk. 23. verstől. A botor és gyermekes vitatkozásokat pedig került, tudván, hogy azok háborúságot szülnek. Nem is kell ezt magyarázni. Háborúságot szülnek. Az Úr szolgájának,
Az Úr szolgájának, mondd velem együtt. Az Úr szolgájának. Pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas tanításra alkalmas, türelmes, aki szeliden fenyíti az ellenszegülőket. Ha talán adna nekik Isten megtérést az igazság megismerésére. Tehát ez nem arról szól, hogy nem lehet felbontani egy munkaszerződést. Szó sincs róla. Szó sincs. Nehogy azt gondolt, hogy erről beszélek. Nem arról szól, hogy nem lehet munkahelyet váltani, vagy bármi. Szó sincs róla. Nem arról szól, hogy a vezetők visszaéléseit minden esetben el kell viselni. Tehát szó sincs róla. Vagy hogy mindent meg kell csinálni, amit Nabukodonozor mond, Dániel. Szó sincs róla. Tehát ezt érzed, hogy szó sincs róla. Hogy nem lehet szabad. Szó sincs róla. Szeliden kell fenyíteni, meg türelmesnek kell lenni, meg nyájasnak kell, meg sorolhatnak. Szó sincs róla. És hogy ne lehetne dolgokat megvitatni. Apostoli zsinat. És ott a Szent Lélek, és minden a helyére került. Szó sincs róla. Vagy mondja Pál, hogy betolakodnak, ti meg eltűritek, hogy a hülyeséget a nyakatokba akarják tenni. Tehát szó sincs róla. Vagy hogy nem lehetnek szakadások. Szab kell 100. Szó sincs róla. Szükségesek sokszor a szakadások. Ne lennének botránkozások, csak sajaj annak, aki által azok esnek. Mert lehetetlen, hogy ne legyenek ilyenek. De mi vagy velem? Amikor esélyt adok Istennek, és azt tudom mondani, amit Szabi mondott a múltkor, hogy igazságos atyám. Emlékeztek. Igazságos atyám. A második, ami az áldásra várás. Zsoltár 37. Hát a Zsoltár akkor szólt először igazán hozzám, amikor pont egy szakadás volt a Szabke gyűlőben, és pont velünk történt. 1997-98. Most csak onnét olvasom a 37. harmadik verstől. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél. E földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a utadat. Az előbb mit olvastunk, hogy hagyta az igazságosan itt a konfliktust, a szidalmat, a gúnyt, ami ott történt körülötte. Itt meg hagyjad az Úrra a te utadat, és itt is hagyd Úrra, hagyd rá, adjál neki esélyt. Bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza te igazságodat, mint a világosságot és a jogodat, miként a delet. Egyébként itt is olyan konfliktust él át Dávid, amikor a gonoszokat nézve egyszerűen nem érti, hogy vele miért nem történnek úgy áldások. És azt mondja Isten, ne bosszankodj, ne őket nézd. Bízzál, gyönyörködjél bennem. És azt mondja ott a Zsoltár, hogy hagyjad, itt is a hagyjad rá. Hagyjad a te utadat, és bízzál bennem, majd ő teljesíti más fordítás, mert ő munkálkodik. Bízzál benne, majd ő véghez viszi. Esély Istennek. Szabkel 100. Megtörtént a szakadás, azonnal megvonták a főiskolai jogviszonyunkat, vagy felfüggesztették pontosabban. Tehát nem jártunk a hídgyülekezetének a Szent Pál Akadémiájára, mert a Szabadkeresztény gyülekezetben a presbiterek, mi ellettünk akkor egy levél útján távolítva, vagyis tehát ezt sokszor megbeszéltük, de kaptunk egy dolgot, hogy vagy visszavonunk dolgokat, nem is tudtuk, mit kell visszavonni, vagy nem tudom, nem mindegy. És így kikerültünk. És rögtön ott lebegett felettünk, hogy oké, akkor nem tudjuk befejezni az akadémiát. És azt az ígét mondta az Úr, felhozza a igazságodat, mint a világosságot és jogodat, miként a delet. Hívtuk Mézes Lászlót, aki aláírta azt a levelet, és azonnal megadta az ajánlást. Ebből látszik, hogy ez egy, hát nem egy nagyon megfontolt, vagy nem egy nagyon jól átgondolt helyzet volt. De ez történt. És akkor elvégeztettük. A kérdésem, amit most ezzel a szakasszal kapcsolatban az, hogy mikor kell cselekedni, és mikor kell veszteg maradni. A hit és cselekedetek, amikor áldásra várunk. Azt mondja, hogy harmadik vers, bízál az Úrban, az mit jelent hit, és jó cselekedjen, mit jelent cselekedetek. Utána meg azt mondja, hogy ne csinálj semmit, majd ő véghez viszi. És a kettő nincs ellentétben egymással. Mikor kell cselekedni, és mikor kell veszteg maradni? A hit és a cselekedetek kapcsolata az egymástól szétválaszolatlan. És amikor azokat a felelősséget kéne felemlíteni, mint család, meg gyermekek, meg egy csomó olyan dolog, a munka, minden, akkor nem az a kérdés, milyen áldásra válsz, hanem hogy te mit kell hűséggel elvégezzél. De amikor valamit nem tudsz
hogy most hogy legyen, vagy hogy lesz ebből jó, azt meg az Úrra kell bízni. És akkor esélyt adunk Istennek, és nem rohanunk elő, és nem előzzük meg, és nem okoskodunk, és nem manipulálunk dolgokat, meg ilyenek. Nem kell imaházat venni, ha nincs miből, vagy nincs a lehetőség, meg soroltnám a dolgokat. Most valakivel beszélgettem, nem kell autót venni, ha most nem áldás lenne belőle, és sorolhatnánk a dolgokat. De egyébként meg alig várom, hogy legyen annak a személynek egy autója. De lehet, hogy nem most. Hagyd az Úrra, majd, stb. Stb. De ez nem azt jelenti, akkor nem csinálunk semmit, hanem azt jelenti, hogy bízunk az Úrban, és jót cselekszünk, és hűséggel élünk. És közben, amit meg nem tudunk, ott meg veszteg maradunk. Ilyen volt, ahogy mondtam már, Rútnak a története, amit Naima mondott, ilyen volt Esdrás, és ilyen volt Josafát. És mondta Mózes is nem egyszer a népnek, hogy figyelj, maradj veszteg most, nyugi legyen. Oda mentek ilyen kérdéssel Mózeshez, hogy figyelj már, Páska, fú, az akkora dolog, fú, Isten, amiről szól az egész. De vannak közöttünk tisztátalanok, akik éppen halottat érintettek, hogy ők most hogy páskázzanak velünk. Azt mondta Mózes, nem tudom. Meg kell hallgatnom, mit parancsol az Úr e felől. Addig meg maradjatok, vesztek. És mennyi ilyen helyzet van. És a hit és cselekedetekben egy nagyon fontos dolog, hogy nem szabad kijátszani, és nem szabad a felelősségeink alól kibújni, de nem kell az Isten felelősségét sem magadra venni. És hogy ez, ha jól működik, akkor gyönyörködjél az Úrban, és meg lesz. És felhozza, és elhozza, és meg lesz. És ilyenkor esélyt adunk Istennek, és el kell gondolkodni, mi az, amit ma meg kell cselekednem, és mi az, amiben megvárni kell. És esélyt adni Istennek. A harmadik pedig a tanítványság kérdése. Kérlek, lapozzatok a Máté evangéliumához, amikor másokba fektetünk, hogy esélyt adjunk Istennek. Akár az én életem áldása is függ ettől. Sőt. Máté 13. Két verset fogunk csak megnézni. Máté 13.1. Azon a napon kiment Jézus a házból, egyes fordítások szerint elment hazúrról, vagy otthonából kilépett, vagy kiment a házából, és ez teljesen igaz, mert Jézusnak Kapernaumban volt akkor a lakása, vagy ahol lakott. Kiment Jézus a házból, és leült a tenger mellett. Ugye Kapernaum az egy nagyon-nagyon szép tengerparti város. Mondják, hogy az ő városa az kicsit nagyobb, mint egy falu, hanem metropolis, de ez egy város, ami a tengerparton fekszik. Jézus kiment a házából, leült a tenger mellett, nagy sokaság gyűlt ő hozzá, annyira, hogy ő a hajóba ment leülni, az egész sokaság pedig a parton állt, és sokat beszélt nekik példázatokban. Ezt úgy kell elképzelni, hogy Jézus elment a házából, vagy kiment a házából, kiment otthonról, kiment hazulról, kiment a tópartra, Kapernaum a tópartján feküdt, úgy sétált ki a tópartra, mint a népkedbe. Körülbelül. Mi nagyon sokat sátraztunk család tóparton. Figyelj, ha tóparton sátrazol, minden nap kimész legalább kétszer a tóparton, mert különben minek mész a tóparton sétálni, vagy nyaralni, vagy mi? Hát hiányzik. Sőt, mész az úton, majdnem neki mész a szomszédnak, mert mindig a tópartot nézed. Mert te szereted a tópartokat. Jézus szerette a tópartokat. Kiment Kapernaumba, leült a tenger mellett, leült a tenger mellett, leült a tóparton. Azonnal nagy tömeg jelent meg. Tanulmányoztam Kapernaumot, hogy mik történtek Kapernaumban abban a városban. Hát eszméletlen. A kapernaumi századostól, a zsinagóga vezetőjéig, a katonától a vallási vezetőig mindenki ment csodát, és csodát élt át, és vitték a házába, lebontották a tetejét a házának, Jézusnak, leengedték a kutyaütöttet, eszméletlen csodák történtek. A római századostól a zsinagóga vezetőig, meg az ő házában, és mégis azt mondjuk, Kapernaum, emlékeztek rá. Hogy van ez? És Jézus a tengerparton lakott, vagy hát háza közel volt, kiment a tópart, nagy tömeg jelent meg, mondta a példázatokat, ez volt a nyilvánosság. Utána azt olvassuk a 36. versben, ekkor elbocsátotta a sokaságot. Bement Jézus a házba. Vagyis hova ment? Haza. Az ő tanítványai hozzámentek, mondván, hát figyelj, magyaráznál meg nekünk legalább a konkolyról való példázatot, mert ezt nem értjük. És amikor elmondta nekik a példázatot, meg mondott mi más dolgokat, 51. vers azt kérdezi Jézus, megértettétek-e mindezeket?
Azt mondták, hogy megértettük, Uram, vagy egyszerű fordítás, vagy egyszerűen mondva, igen. Igen. Tehát volt a nyilvánosság, volt a tópart, volt ott kint, kiment a házába, aztán visszament a házába, hozzámentek a tanítványok, vele volt, velük volt, elmagyarázta nekik, megértették? Megértették. Értitek? Igen. Utána a feltámadása után is 40 napon át, jól mondom, tanította őket Isten országára volt dolgokról. Őket. És nagyon megérintette ez, és sokszor szoktam erről beszélni a hátú csoportok kapcsán, és van a nyilvánosság, van a nagy összejövetel, van az Adi, van ez, akármi. Meg vannak a hátú csoportok, ahol lehet kérdezni, közösségbe lenni, tanítványá válni, az életünk felől, a kérdéseink felől, stb. És ahol meg lehet érteni igazságokat. Ahol meg lehet érteni. És úgy volt, hogy úgy erősödött ez meg bennem, így az esélyt adni Istennek ebben is. Van most egy fiatal hölgy, ilyen Lidia Timó Beni korú hölgy, aki az édesanyja kapcsán megkeresett engem, több diplomás hölgy. Én azt mondtam ott, hogy én szeretnék egy precíziós kisasszonyt, hát most megkaptam. Nagyon ügyes, nagyon lelkiismeretes. Akárhány diplomája van, tanítványá kell tenni. Nem megy másképp. El kell menni vele helyszínre, utána visszaír, nem jó visszaírni, levelezni. Nem tudok el menni vele, kimegyek én, videót veszek fel, videón elküldöm. Mintát küldök, példát adok, visszaír, nem jó, nagyon megdicsérem. Megint, és ez megy. Ez megy 2 hónapban, és ez nekem kerül pénzbe, időbe, mindenbe. De másképp nem tudsz esélyt adni Istennek. Amen. És nagyon tetszik most ez a helyzet, hogy ennek a hölgynek. Az a kérdés, mi lesz belőle? Nem az a kérdés, nekem mennyibe kerül, ez kit érdekel? Mi, és ugyanaz a gyerekeinknél, mi lesz belőlük? És vannak ebben nehéz pillanatok a tanítványát tételbe, eszembe jutott az, amikor Jézus megkérdezi őket, hogy na meddig leszek még veletek? Most mondhatnánk, hogy meddig kell még javítani, korrigálni, dicsérni, javítani, korrigálni, dicsérni, elmenni vele, videót küldeni, felvenni, visszajön este 10-kor megválaszolni, meddig? De én egyet szeretnék, akár gyülekezetben, akár bárhol, esélyt adni Istennek. Mert én önmagamba ismerjétek az igét, szabkeresége volt a 98-as, vagy 92-es, 3-as években, ha gabona mag egy el nem hal, hogy is van az, egy maga marad. Ha már volt szó ma vetésről is, hol van Peti? El nem hal egy. Tehát én tudom, én nagyon kevés vagyok ahhoz. Én nagyon kevés vagyok. Kell, akin keresztül Isten újabb esélyt kap arra, hogy munkálkodjon. És figyelj, nekünk kell behívni az Urat. Nekünk kell számára kinyitni a lehetőséget, mert ő azt várja, ő nem fog rád rohanni. És nagyon várom ezeket a pillanatokat, és nagyon izgalmas dolgok ezek, hogy Isten, ha esélyt kap egy konfliktusban, esélyt kap egy áldásra való várakozásban, vagy esélyt kap egy ilyen helyzetben, amikor itt látjuk a tanítványok kapcsán, hogy mik tudnak ebből történni, és hogy Isten hogyan tudja ezeket használni, és a javunkra is áldását tenni. Amen. Halleluja. Imádkozzunk. Halleluja. Uram, és gondold ezt át, hogy te most hogy vagy mindezekben, ahol esetleg a szidalom és a fenyegetőzés és a rossz helyzetek a nehéz pillanatokban nem jól kezelünk dolgokat, vagy kezelek, vagy kezelsz. Hol van az, amikor nem tudod Isten megelőzni, és nem tudsz manipulálni, és nem akarsz manipulálni helyzeteket, és nem akarod erővel és hatalommal, hogy a profétai kijelentéssel mondjuk. Hol a konfliktus, hol az áldásra való várakozás, és hol vannak a tanítványok, hol vannak, akikbe fektessünk, kik azok, akikkel együtt kell tölteni napokat, időket. Mennyi atyánk, szeretnénk, hogyha te lennél a győztes ezekben a helyzetekben.
rád legyen bízva, és közben bölcsen kezelni a konfliktusokat. Hűséggel élni, és várni, hogy te csodákat cselekedjél. Imádkozom ezért, Uram, és ahol most ezeket eléd tárjuk, szükségünk van a te szellemednek a vezetésére, tanácsára. És Uram, majd, hogy tanítványát tudjunk tenni másokat, hogy megvan írva. A gyülekezeten belül, a vállalkozásainkban, ha vezető, ha beosztott vagyok, minden helyzetben meg tudjam találni azt a bánásmódot, azt a szellemi, azt a szívbeli állapotot, ahol te leszel nagyjá, ahol te leszel úrrá. És tiéd lesz a dicsőség, és tiéd lesz a hála, és neked menjen a hódolat. Ezeket mind rád bízzuk, és áld meg a te népedet, és vezessen minket továbbra. És imádkozunk a jövő heti 100 éves találkozóért. Senki ne maradjon el, senki ne maradjon le. Ami kell még egyeztetni való, minden megtörténjen. Örömmel és békességgel menjünk, vezéreltessünk, áldottak legyünk bemenetelünkben, kijövetelünkben. Tudjunk a héten is kapcsolódni egymáshoz. Köszönjük a te jóságodat, legyen áldott a te neved. Amen.